Kósa Lajos Debrecen polgármestere, a Fidesz hétvégén frissen megválasztott alelnöke, a műsor vendége. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Hát tulajdonképpen még csak pár nap telt el azóta, hogy megválasztották a Fidesz alelnökének, és már is vannak olyanok, akik korábbi mondatait bírálatként idézik. Egy tegnapi sajtótájékoztatóról beszélek, az SZDSZ Hajdú-Bihar megyei szervezetének vezetője Vadus István tartotta, és egy korábbi nyilatkozatot idézett öntől. Én is idézem most: polgármesternek nem lehet országos politikai pozíciót vállalni, mert kárt szenvedhet belőle a városa. Hozzátette Gadus úr, hogy ezt akkor mondta, amikor Demszky Gábor főpolgármester pártelnöki pozíciót vállalt. Igen, változnak az idők? Nem, sosem mondtam ilyet, amit a Gadus mondott. Az idézet azt mondtam, hogy egy pártelnöki pozíciót sose vállalhat polgármester, a kettő összeférhetetlen. És nem is az idő összeférhetetlenségen magyaráztam, hanem azzal, hogy egy pártelnök az automatikusan pártpolitikai pozíciókban mozog, egy polgármesternek meg azt kerülni kell. És a Demszkyt is pont azért említettem, mert ő pártelnök lett. Én próbáltam ennek utána keresni, nem találtam meg mindenféle internetes archívumokban, adatbázisokban. Szóval hangzott el pontosan egyébként? Hát nem sokszor mondtam, 250-300-szor, mert állandóan ezt kérdezték az elmúlt egy évben, hogy nem akarok-e pártelnök lenni, és mondtam, hogy nem. Úgyhogy hát ezt nem tudom, hogy miért nem sikerült megtalálni. Én erre a pontos mondatra gondoltam, na mindegy. Még mindig egy kicsit a tegnapi sajtótájékoztatónál maradva, aztán nem akarok ezen hosszasan lovagolni. Az is elhangzott itt, hogy Gadusék attól tartanak, hogy Debrecen a Fidesz anyagi utánpótlás bázisává válik. Hát ez nagy marhaság. Aztán hogyan gondolnák ezt? Jön a pótosifa, és akkor betesszük a zsákpénzeket a páncélszekrényemből, és szétosztjuk a Fidesz tagok között, szóval, hát a nagy merek teszi ezt, szerintem. Azt mondja? Az árt, hát látszik, nem? Hát ha ennél valami értelmesebbet is mondtattak volna, akár. Őket idéztem. Én azt mondtam, nem az idézettel volt probléma, hanem azt mondta, hogy ennél értelmesebbet is mondhattak volna. Értem. Ja. Más rendőrségi ügyek vagy és politika. Ugye fejeket követeltek a Fidesz elsősorban, vagy a Fidesz is, ez megtörtént, most már elégedettek, vagy hogy ez így rendben van, vagy még régen nincs megoldva ezzel a helyzet? Tekintettel arra, hogy itt nem egy egyedi ügyről van szó, hanem egy hosszú folyamatnak az eredményéről, ez legfeljebb tüneti kezelésnek jó, fontos lépés, tehát én abszolút örülök annak, hogy végre a miniszterelnök elszánta magát arról, hogy komoly hibáknak legyen világos konzekvenciája, de hát azért fontos kérdések nyitva maradtak. Például az, hogy arra a miniszterelnöknek csak valamit mondani kell, vagy válaszolni kell, hogy akkor, amikor a rendőri vezetők közvetlen felelőssége nyilvánvaló volt az őszi események kapcsán, hiszen ott kiderült napnál világosabb, hogy ők adtak utasítást gumilövedék használatra, viperára, arra, hogy ne viseljenek a rendőrök azonosító jelvényt, tehát ott közvetlen felelősségük van. Azt akarja mondani, ugye, hogy miért nem akkor menesztették őket, és miért most, amikor... Nem, igen, azt kell mondom, hogy akkor nem menesztették őket, most, amikor pedig nyilván nem adtak olyan utasítást a rendőri vezetők, hogy előszakjatok már meg valakit igazoltatás után, most pedig leváltották őket. Ez azért kell ezt a kérdést megválaszolni, mert ez nagyon-nagyon elbizonytalaníthatja nem csak a rendőrség, hanem a teljes állami közgatásban dolgozó állományt, hiszen most akkor mit gondol egy köztisztviselő? Amikor közvetlen felelős vagyok, akkor nincsen semmi bajom, de egyébként történik valami, ami egyébként nem az én közvetlen felelősségem, egyből leváltanak. Tehát hogy van ez akkor? Mihez alkalmazkodjak, mihez nem? Szóval ha ilyen tartósan ilyen állapotban hagyjuk az állami közgatást, akkor nem csoda, hogy szétesik. Az emberek elbizonytalanodnak, és nem tudják, hogy mihez kell viszonyulniuk. Térjünk át a hétvégi kongresszusra, illetve a pártügyekre, ugye a hétvégén, ahogyan elmondtam, az imént is a Fidesz alelnökévé választották. Akkor, amikor erre a posztra kandidált, akkor többször is elmondta azt, hogy úgy érzi, vagy azt gondolja, hogy elsősorban az ön által vezetett város Debrecen élén elért eredmények vezethettek oda, hogy a Fideszben, a pártban, a párt vezetőségében is szerepet vállaljon. Hogyan kell ezt összerakni? Itt keveredik két dolog szerintem, amit én mondtam. Az egyik az, hogy a Fidesz elnökségében alelnökként szeretnék néhány olyan dolgot, tudást, tapasztalatot átadni, ami szerintem magyarázhatja a debreceni sikereinket. Másrészt az én megválasztásom, meg ráadásul külön engem is egy kicsit meglepett ilyen meggyőző arányjal, az annak is köszönhető, hogy a
debreceni polgármesteri politikai teljesítmény, azt pozitívan értékelik az emberek. Így a egyébként, ami, bocsánat, hogy a szavába vágok, ami sikerre víz dolgokat egy város élén, az sikerre víz dolgokat egy párt vezetőségében is? Mit gondol erről? Vannak olyan elemek, amelyek abszolút. Például én a debreceni eredményeket jelentős mértékben azzal magyarázom, hogy sikerült Debrecenben olyan mértékben integrálni a szavazókat, hogy egyébként látszik az eredményeken, hogy a debreceni Fidesznek egy olyan 20%-nyi olyan szavazója van, aki egyébként baloldali szavazó, de a baloldal teljesítményét Debrecenben nem értékeli jónak, és ezért hajlandó ránk szavazni, mert nem vagyunk számukra sem riasztóak, sem taszítóak, sőt, olyan, hogy is mondjam, érzést tudunk kelteni a debreceniekben, hogy a teljesítmény alapján mérjük az embereket, és az határozza meg a boldoglásokat, nem pedig a nem tudom milyen politikai hovatartozás. Arról vajon mit gondol, vagy egyáltalán van-e valami visszhangja, vagy hallotta vissza dolgokat, hogy a debreceni polgárok nem tartanak-e attól, hogy most ugye a polgármesterük a Fidesz alelnöke lett, akkor majd kevesebb energiája jut rájuk, meg a városra? Hallottam ilyeneket, én mindig azt mondom erre, hogy a városra pont annyi időt fogok fordítani, mint eddig, mert máshonnan próbálom majd elvenni azt az időt, amit esetleg ez az új feladat igényel. Amikor megválasztották alelnöknek a hétvégi kongresszuson, akkor a beszédében olyasmit is említett, hogy nyitni kell, mégpedig azok felé is nyitni kell, akik jelen pillanatban nem elsősorban a párt szimpatizánsai. Kik felé és hogyan nyitna? Én azt látom, hogy ha valaki meg akarja nyerni a választásokat, vagyis el akarja nyerni a szavazók többségét, akkor nem támaszkodhat pusztán azokra a szavazókra, akik kifejezetten az adott oldal szimpatizánsai, mert ez egyrészt kevés a győzelemhez, másrészt pedig az eredményes kormányzáshoz végképp kevés. Tehát de kiket szólítana meg egészen konkrétan? Értem, hogy azt mondja, hogy nem az adott oldal szimpatizánsai, a másik oldal szimpatizánsai. Hát például biztos észrevette, hogy az MSZP elpártolásával, nagyon, az, pontosabban azzal, hogy az MSZP a történelmi mélyponton van a népszerűségét tekintve, egy csomó szavazó eljött az MSZP-től, és a bizonytalanok táborát erősíti. Igen, de biztos abban, most... hogy amikor olyan erőteljesen kádározik, idézőjelben kádározik a beszédében, mondjuk a Fidesz kongresszuson, akkor az nem riasztja el ezeket az embereket, akik De ne legyünk ennyire felületesek. A kádározás az mit jelent? Én se nem szittam kádárt, se nem semmit nem csináltam, csak azt állítottam. Azért mondtam, hogy idézőjelben. Igen, de tehát az, amit én mondtam, az persze rendkívül erős kritika, csak nem hiszem, hogy személy szerint bánthatja a baloldali szavazókat. Mert azt mondtam, hogy szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb célkitűzése az nem teljesült, nevezetesen az, hogy a Kádár rendszert mindenestől hagyjuk magunk mögött, mert Kádár szelleme itt jár közöttünk, és nem csak politikusok, baloldali lépzők is leírták már többször, hogy ez bizony egy tőrőmetszett posztkádári demokrácia. Nyilván nem, ilyen olvasata is lehet annak, amit elmondott. Nem, szerintem... nem ilyen olvasata, én ezt mondtam. Tehát ezt mondtam, hogy milyen olvasata lehet, az majd a értelmezőknek a feladata, de én ezt mondtam szó szerint, és azt állítom is, hogy ha megnézzük a különböző rendszerelemeket, tényleg egy posztkádári korban élünk, ami látszik is az eredményeinken, mert a teljesítményünk, a hangulatunk, a közállapotaink mind olyanok, amelyek egyébként, hogy is mondjam, elszorítják az ember szívét, mert elkeserítőek. Ugye ez a mostani elnökség, a mostani kongresszuson 2 évre kapott felhatalmazást, 2009-ben majd újra gondolják, hogy mi is legyen a párt vezetésével, meg egyáltalán hogyan lehet majd nekiindulni a 2010-es választásoknak. Vannak olyan hangok, és párton belül is egyre erőteljesebben, legalábbis ez szivárok ki különböző információk szerint, hogy Orbán Viktorral nem lehet győzelemre vinni a Fideszt, és egyre többen az ön nevét említik, hogy ön lehetne az, aki sikerre vezetheti ezt a pártot. Vannak ilyen ambíciói? Én 2010-ig egészen biztos, hogy Debrecen polgármestere vagyok, meg is választottak a debreceniek, és nem is áll szándékomban más csinálni, hiszen ezt beszéltük meg annak innen a választási kampányban. Az pedig, hogy 2010-ben így konkrétan mi lesz, azt nem tudom most megmondani. Diplomatikus válasz, polgármester úr, alelnök úr, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.